Na milyen büntetést találja ki neki, hogy nézze hátra, emesse, találj ki valami jó. Ki emesse. Velem legyél, én vagyok az oktatód. De valami, lájtosat. Jó, majd óra végig. Süt nekem palacsintát. Na, az jó. Az egy jó. Nagyon finom a palacsinta. Nem mondok semmit. Kanyarod jobbra. Mi következik? Ki tudja, menjen az a kettes. Nagyon ügyesen csinálod, jó csajszi, ügyesen. Ha sok a kettő, akkor egyes lesz, bizony sok lesz, meg az egyes. Nem teszed az évre, alig fordul a kezed, látod? Igen. Nagyon jó, ennyi. Le a kuplungot, igen. És hát most segít a Volvo, de itt a másik hiba, hogy ide szoktak kimenni, nem tudom miért, itt pedig ja, az áronon. Igen, de hát oda sorolnak, vagy oda kanyarodnak. Aha. Nagyon jó. Merre megyünk, ha nem szól az oktatóba? Egyenesen? De melyik sáv megy egyenesen? Mind a kettő? Úgyhogy mi csinálunk már megint? Akkor kimegyek jobbra. Jelzés, igen. Oldalra néz. Kikapcsolod. És megáll, igaz? Vissza a fékerő, vissza a fékerő. Köszönöm. Úgy van. Magyarul a fékkel játszunk. Pihenj egy picit. Most legalább egy fél perc pihenőd lesz. Azért kemény, mi? Sok helyre kell figyelni. Pedig mondom, most szerencséd van, mert én még ilyen lájtos forgalmat itt nem nagyon láttam, tehát tényleg... Én rendeltem. Annyi, hogy azért gyalogos van, azt látod, hogy jönnek, szinte majdnem minden zebrán jönnek, igaz? Uh-huh. De biciklis nincs rajta. Igen, azt mondom, egyébként ugye ez 10 éve volt nagyon veszélyes Cegléd, mert ez egy régi város, tehát itt mindenki biciklire pattan, tudod? Nagyon. Most viszont a fiatalok is már kocsiba ülnek, már az idősebbek, ugye látod már, szerint valaki menni se bír, már egyre keves mehetünk, egyre kevesebb kerékpáros van. Tehát én azt mondom, hogy itt is egy kicsit ilyen korszerűsödött a dolog, a közlekedés. Így van, és kettes. Ugye most neked zöld van, tehát hiába, hogy van itt egy zebra, ez a lámpa ugyanúgy vonatkozik. Igen, ez az. Jó. Sok lesz így. Palacsinta. Ha nem váltunk 1007-nél. Na hát ez most jól jött ki. Viszont a következő zebra, ugye már voltunk itt az előbb, itt mentünk el balra. Igen. Gázel, mert nem belátható a gyalogos átkelőhely. Nézd meg. Igen. Ez oké, de a másik már ott jön a gyalogos. Úgyhogy már nyugodtan kuplungoz egy picit. Az srác messze van, még vissza kettes. Nem állunk meg, ránézel. Ugye, csak ez már egy picit most sietteted a lépteit. Ez azért közel volt, jó? Neked mondom emesen, ez már határeset volt. Tehát ennyire ne tolakodj, még egy pici fék. Jó. Hogy a véletlenül megbotlik, nagy elüsdője a lábát, hogy valami. Hogy elejti a szatyrot, tudod, kiborul a narancs. De meg ott elütöd a narancsokat. És milyen drága a narancs. Most olyan jó volt. Leszedtük a paradicsomot, otthon a maradékot, még mindig úgy terem, gyerekek, most idegen helyen vannak a palánták. Én még ezt nem láttam, és a Móni összezett, és mondta, hogy milyen horror drág, és a jó érzés az, hogy ez több mint 3000 forint. Mondom, az utolsó eresztésért érdemes volt termelni. Rengeteg. A paprika is. Nem győzöm csinálni a rántott, tehát tegnap este is az volt a vacsora, ilyen ütős, de nagyon brutál. Én meg lecsót csináltam. Én mi is raktunk is el. Üvegben. Na, azaz, nem kóstoltam még meg. Mert most ott tartósítószer nélkül tettük el, nem tudom, remélem nem robot meg. Jön még a srác is, látod? Ha ő kezeled, akkor nem robot. Ő kezelve van. Jön az. A BMW is a szarakodott, de... Na mehetsz előrébb, igen. Gyere, Jakab! Úgy van, is mozdulunk. És akkor sokan mondják, hogy nem biciklizünk zebrán, de nem hamarabb átért. Engem nem nagyon zavar. Tűz, kettő. Én nem tudom, hogy ezen veszekedni, hogy most elengedjük, vagy nem. Most rajta van, engedd el, bánja a tököm, hogy ő rollerrel, vagy gördeszkával, vagy nem. De menjen a felé, megy a hármas. Na akkor csajsz, ügyesen, tudod? Jó. Itt, ha egyenesen akarok menni, akkor bemegyek be. Bizony. És most arra akarok. Bizony. Mert nem szóltam. A belsőt is nézd, és a holteret is. Már megint egy zebra. Tiszta állatkert, komolyan. De mennyi zebra van itt? Észrevetted? Igen. De kinyitja a figyelmedet, higgy nekem. Kinek van elsőbsége? Nekem van. Nagyon jó. Én vagyok a fő. Te vagy, gáz vissza egy picit, mert látom, annyi. Már megint egy zebra.
hangosítani a rádiót, ott azt akartam mondani, mert kéz meg akartak büntetni, hogy valami zene meg, hát hallatszódott valami szám. Ja. A YouTube-on is, balra kanyarodom már valami. Még jobb díjat kellett volna. Ha, persze, én még, de... Még a Bobitára, a gyerekemet, Bobis előadásáról szedték le? Nevetséges egyébként, hogy, hogy jobb díj köteles, és táncoltak valami zenére. Jó, belementél ebbe a gödörbe. Elnézést kérek. Viccelek, csak ezt nem tudtad kikerülni. Egy szintkülönbség volt. Csak mondom, bünti az bünti. Most már így is, hogy is palacsinta lenne. Itt ilyen napok vannak fönt a házon, látjátok, bocsi? Tudok egészséges palacsintát. Igen? És bizony, zak palacsinta. Hova, az rosszul hangzik, jó ízű lesz. Hát figyelj, a lányaim komolyan? Csak azt teszik, én nem tudom. Látod, milyen divat megint ott a napocska? Gázt elengedjük, és jobbra fogunk kanyarodni. De már az irányokat egyáltalán nem kevered. Kopunk rá. Picit későn kezdesz, mindig lassítani. Nagyon picit előbb. Fékerő, vissza, vissza, vissza. De ne állj meg, csak, vagy ne engedd el teljesen, csak hogy ne essen az emesen az első sorba, jó? Jó, bocsánat, emesen. Nem, semmi. Nem szeretnél Gabi, nincs gond, mert nem fékezel nagyokat. Hát nem szabad beállni a pályára, de most egy picit lassan megy, léci, lassan gázt enged el, de lehet, hogy bemegyünk itt a nagy kapun, ha már nincs motoros pálya fölrak, akkor bemegyünk, jó? Jó. Benézünk. Hát... Mit mondasz? Menjünk be, jelzés. Kuplunk be, és szépen visszanézel. Igen, és jön a kuplunk, nem dobod, és balra tart, balra kanyarodjunk. Igen, és nem ilyen lecsapva a kuplunk lemegy. És jelzés jobbra. Gyors a kocsi neki, érzed? Nyom le azt a kuplungot, nem tudsz olyan gyorsan még gondolkodni és vezetni, mint hogy szalad a kocsi alattunk, érzitek? Igen, gyors. Na, az volt a gond, hogy nagyon levágtad azt a kanyart, ott legközelebb úgy kell bejönni, hogy teljesen a szegélyig eljössz. Bizony, üres kézifék. Nézd, Matt, milyen parti van ott. Jó, a motor leáll. Nehéz volt? Érdekes, hogy nehezebb volt, mint Gödöllő, mégis valahogy én azt érzem, jobban tudtam koncentrálni. Igen. Te nem úgy érezted? Hát Gödöllőn azért múltkor jobban vezettél, ez egy idegen hely. Hát ez egy vattó. Tehát ez egy... De Gödöllőt már ismerem. Igen, akkor jó. De ha van valami kérdés, nyugodtan tedd fel.